Jó estét kívánok, köszöntöm a Sporthét műsorának nézőit. A Gyöngyösi Kézilabda Klub a közelmúltban megtartotta éves rendes közgyűlését. Igaz, a tagság jelenléte kicsit hiányos volt, de ettől még érvényes volt a közgyűlés. A Gyöngyösi Kézilabda Klub működését tekintve túl van azon a közgyűlésen, ahol a tagság a beszámolót és a 2019 évi pénzügyi tervét is elfogadta. Az ülésen igaz nem volt túl nagy a létszám, de ez már a második megismételt ülés volt, ami így is szabályos, tudtuk meg dr. Réti Béla levezető elnöktől. Az első közgyűlésen nem jelent meg a tagságnak a 50%-a plusz egy fő, ami ugye egy alapvető kritérium lett volna az eredményes és érvényes közgyűlés megtartásának. Ilyenkor gyakorlatilag 3 és 15 napon belüli időpontra az eredeti meghívóban szereplő napirendekkel ismételten össze kell hívni a közgyűlést, erre kerül a mai napon sor. Ezen a közgyűlésen már a megjelenők számától függetlenül határozatképes a közgyűlés, és az eredeti napirendre fölvett ügyekben tud ezen a mai közgyűlésen határozatokat hozni. A Gyöngyösi Kézilabda Klub elnöke és a Gyöngysport ügyvezető igazgatója Nagy Attila elmondta, sok feladat vár idén is a klubra. Előtte azonban a beszámolót és a pénzügyi tervet kell, hogy elfogadják. Mi komolyabb változásra nem tervezünk. A nagy csapat illetében gyakorlatilag 3 ember kívül az összes többi játékos megmarad, és hozzá fiatal játékosokat hozunk. Az edző természetesen marad. Az utánpótlás oldaláról igen, vannak olyan tervek, 6. hónapban lesz döntés az MKS oldaláról, régióközpontok kialakításáról. Gyöngyös véletőleg ebben nem lesz benne első körben, viszont alközpontként szinte biztos, hogy csatlakozni fogunk hozzájuk. Meglátjuk ezt pontosan, milyen pénzügyi, meg egyéb lehetőséget fog teremteni. Nagy Attila többek között elmondta, az idei legfontosabb tervek között szerepel az a tornacsarnok beruházás, melyet szeretnének befejezni. Ehhez az önkormányzathoz fordultak pénzügyi segítségért, melyet részben meg is kaptak. Az épület egyelőre már áll, de a körülötte lévő közművek várnak még megoldásra a birtokbadáshoz. Mozsár Alex uszonyos úszónk kiválóan szerepelt a felnőtt férfi uszonyos Európa-bajnokságon Görögországban, ahol a magyar válogatott színeit képviselte. Mozsár Alex a Mátrai Erőmű Búvárklub versenyzője, több nemzetközi versenyen is igyekezett felkészülni az év által a legrangosabb és legnagyobb kihívására. A gyöngyösi uszonyos úszónak elsődleges célja a biztos felnőtt válogatott kerettagság volt, amit több világkupa pont begyűjtésével sikeresen teljesített. A görögországi felnőtt EB előtt Alex még kissé pesszimista volt a versenyt illetően. Szerintem ez az év nem nagyon sikerült, nem úgy sikerült, ahogy én azt elterveztem. Ennél szerintem jóval jobbat tudok, majd nyáron meglátjuk, hogy milyen lesz. A világkupán elért eredmények biztatóak voltak, ami előrevetítette a további jó eredmények elérését. A 800 méteren nem nagyon készültem rá, az csak ilyen meglepetés szám volt, megnézzük, hogy mit tudok valójában. Nagyon örültem neki, ugyanis sikerült megnyernem a 800 métert. A 400 méteren ott második helyezést értem el, és megvertem a világcsúcstartót. Mellette meglepetés volt az olasz Vigini, aki még engem is megvert. 200 méteren meg egy világbajnoksági döntő, ugyanazok az emberek voltak, mint egy VB döntőn, ott 5. helyezést értem el életem egyik legjobb idejével. Alexban szerencsére maradt még jó néhány eredmény, melyet a felnőtt Európa-bajnokságon úszott ki magából. Az elmúlt hétvégén Görögországban a magyar válogatott színeket képviselve 400 méter felszíni úszásban bronz, 400 méter búvárúszásban ezüst és 4x200 méteres felszíni váltóban bronzérmet szerzett. Szinte teljesen megújul a Gyöngyösi Atlétikai Klub felnőtt labdarúgó kerete a 2019-20-as bajnokságra. Most következő percekben a részleteket Varga Attilától tudjuk meg. A Gyöngyösi Atlétikai Klub MB3-as felnőtt labdarúgó kerete egy hete kezdte meg a felkészülést az új bajnoki évadra. A csapat a nagy meleg ellenére napi 2 edzéssel készül MB2-es kantóban, tudtuk meg Varga Attila szakmai igazgatótól. A játékos keretben volt bőven változás, de idén már más célokért szeretne küzdeni csapatával a szakvezető. Mindenkit sajnálok egyébként, aki elment. Tehát most viccet félretéve leültem, talán a Pilinyi Pistit kivéve bele nem találtam meg azt az időpontot, ami jó lett volna, de mindenki mással leültem, és egy nagyon korrekt beszélgetés alatt elmondtam nekik, hogy ha igen, akkor miért, ha nem, akkor miért nem számítok rájuk, vagy számítunk rájuk. Vannak olyanok, akiknek a munkahelye nem teszi lehetővé, vannak olyanok, akiknek a kora nem teszi lehetővé, illetve vannak olyanok, akik viszont az én elképzeléseim szerint máshol kell, hogy folytassák. Ezért természetesen leültem velük, elmondtam nekik,
hogy én hogy látom, és sok sikert kívántam, és köszönöm szépen a Gyöngyös értett szolgálataikat. A távozók között 5 saját nevelésű futballista, Pap, Daróci, Tatár, Pilinyi és Fekete szerepeltek. Helyüket egyenlőre más városokból érkező futballisták pótolhatják majd. Én olyan nagyon nem tennék különbséget nagy név meg kis név között. Egy biztos, hogy úgy próbáltunk igazolni, illetve úgy tárgyaltam minden játékosra, hogy azok a hiányposztok, amik bennem ez alatt a 2 hónap alatt felmerültek, ezek be legyenek töltve. És ha egy védekező középpályás mindenféleképpen szükségeltetett, mert nem nagyon volt a csapatban. Támadó középpályásokat igazoltam, mert a 2 szélén olyan játékosok kellenek, akik mondjuk előrefelé az 1-1, 2-1-es szituációkat a kapu felé meg tudják oldani. Természetesen ezek voltak azok a posztok, amiket betöltöttünk, és hát nem utolsó sorban a nagyon nagy dolognak tartom, hogy eddig az egész keretbe a Laurinec Ákos, mint támadó egy személyben szolgáltatta ezt a posztot, most 4-en lettek erre a posztra. A felkészülésnél induló 20 fős keretben 8 gyöngyösi nevelésű játékos lesz majd a keretben. A csapat első edzőmérkőzését szombaton 17 órától a Videoton vegyes csapat ellen játsza a Kömlei Károly sporttelepen. Újköntösben a gyöngyösi strandfutballpálya, a gyöngyösi Energia SC, valamint az önkormányzat közös összefogásának eredményeként immár egy arénát kaptak a gyöngyösi strandfutball szerelmesei, ahol természetesen a futball mellett lehet majd strandkézilabdázni és strandröplabdázni is. A Dr. Csépe György úszoda és termálfürdő területén nem csak az úszoda technika infrastruktúrája fejlődik. A nyári szezon beköszöntével előkerültek a strandlabdarúgó csapatok, és birtokba vették a homokos sportpályát. Idén-nyáron azonban ez a sportegység jelentős változáson ment keresztül, köszönhetően az Energia SC Gyöngyös és az önkormányzat eredményes pályázatának. 463 fős lelátó van itt mögöttünk, öltözők, labdafogóhálók, kerítés, csupa-csupa olyan, amire nagyon nagy szükségünk volt, és hosszú-hosszú időt kellett várnunk arra, hogy ez elkészülhessen. Úgy gondolom, hogy az ország keleti felében ez az első olyan infrastruktúrális létesítmény, ahol nemzetközi szintű versenyeket lehet akár strandfoci, akár strandröplabda, vagy strandkézilabda vonatkozásában is lebonyolítani. Hogy sikerült megvalósítani, miből? Egy hosszú folyamat része volt, tehát 2 évvel ezelőtt kaptunk egy MLS-es lehetőséget TAO program keretében, hogy pályázzunk, ezt sikeresen teljesítettük, az önkormányzattól kaptunk rá önrészt, és ennek az eredménye, hogy meg tudtuk valósítani idén, hosszas előkészület és nagyon gyors munkalap. A sportolókra is jó hatással lehet a strandfoci aréna elkészülte, akik mindezt remélhetőleg majd a jó eredmények elérésével honorálják a klubnak. Legközelebb a július 8-a és 15-e között rendezendő korosztályos bajnoki mérkőzéseken tehetik majd ezt. Igazából teljesen más az egész, mivel ugye eddig nem is ilyen körülmények között voltunk. Aztán tavaly ilyenkor már régen mentek az edzések, a bajnokság ilyenek. Alapjából véve semmi új nincs az egészben, csak az, hogy a stadion megvan. Vagyis, hogy... Örültök neki? Igen. Azért gondolom, hogy csak kicsit feldob benneteket. Mi a célotok? Melyik korcsoportú bajnokságba indulsz, vagy te a társaiddal indulsz, és milyen eredménye lennél elégedett a végén? Hát az U20-ban indulunk. Aztán mint szerintem mindegyik csapatnak az a cél, hogy megnyerje az összes meccset, szóval úgy nekünk is. A győzelmek elérésére lesz lehetőség a hamarosan kezdődő magyar bajnokság keretében. Az Energia SC Gyöngyös felnőtt csapata, 3-szoros magyar bajnok, és az utánpótlás csapatoknak is van mire büszkének lenni. Reméljük, a jövőben a szép eredmények tovább gyarapodnak majd. Roska László Gyulán járt, ahol a magyar szenior bajnokságon 7 számban is kiváló eredményt ért el, mondhatni, 7-szer állt a dobogó legfelső fokára. A Magyar Masters úszó országos bajnokságon nagyszerűen szerepelt ifjabb Roska László, aki 7 versenyszámban is indult, valamennyiben aranyérmet szerezve a Gyulán rendezett eseményen. Ez a remek teljesítmény természetesen előre nem volt borítékolható, de Laci sok munkát tett abba, hogy ez az eredmény megvalósulhasson. Ebből 2 egyéni rekord volt. Egy pedig egy pont mellen elmaradtam az országos csúcsomtól 0,5 másodperccel. Picit zavar, de hát nem lehet mindig országos csúcsot úszni. Egyébként ezzel is bőven-bőven megelőztem a mezőnyt. Melyik szám volt az, amelyik a legközelebb áll a szívedhez, és melyik, amelyikben úgy érzed, hogy meglepetés?
Hát ugye a mellúszás az, ami legközelebb áll a szívemhez. Tulajdonképpen a pillangó tekinteném nagy meglepetésnek. Az 50 méteres pillangó úszás aranyérme talán mégsem volt nagy meglepetés, mert néhány hónappal ezelőtt már a fővárosban sikerült ezt a helyezést elérni. A tüskeúszodában április közepén megrendezett országos bajnokságon már megnyertem az 50 pillangót. Az ottani időmet megjavítva most megint sikerült győzni, most ugye nyitott medencében is. Látom, hogy hoztad az utánpótlást, hogy érzi a vizet, mennyire szeret fürdeni? Igen, hoztam, reméljük, hogy valamivel jobb úszó lesz, mint én. Nagyon szereti már most a vizet, pont most is majd megyünk be, neki is kezdődik az edzés nem sokára. A jövő és a jelen úszói remélhetőleg még sok sikerélményt élnek majd át együtt. Ifjabb Roska László legközelebb a Torinóban rendezett Európai Masters játékok alkalmával ugrik majd újra vízbe a jó helyezések reményében. Adásunkat folytassuk egy bizonyára sokak számára érdekes mérkőzéssel. Ezúttal nézzük a Hedó Bébrön Gyöngyös Csurgó Liga Kupa mérkőzés visszavágóját, a helyszín Csurgó, és nézzük ezt a nagyszerű találkozót. Gondolom, hogy sokak számára örömet okoz majd a siker és a gyöngyösi Liga Kupa győzelem. Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves nézőket. Egy kis technikai malőr után kapcsolódunk be a találkozóba, aminek az imént volt kint a képernyőn, Csurgói KK Hedó Bébrön Gyöngyös, mégpedig a 2018-2019-es Liga Kupa döntő visszavágóján, ahol az első találkozón 3 góros gyöngyösi siker született. Jelen állásban 2-1-re vezet a Csurgói KK, Varjú Martin és Farkas Tamás volt a két hazai gólszerzőképpen, hanusz lövését fogja Tóth Mihály, illetve a vendégek részéről Bornyák Dávid volt eredményes. Majd természetesen említünk szót az első mérkőzésről is, ami azt hiszem, hogy igazán érdekesen alakult, izgalmasan alakult. Egyedül nézzük a gyöngyösi támadást. Ubornyák. Figyelmeztetni kell mind a két játékost. Kivokapics. Sipek lődi el alulról, Farkas blokkolja be. Ott az induló Kovacsevic személyében. 3-1. Egyelőre jól kezd a Csurgó, 5 perc alatt 2 gólos előnyre tesz szert. Nyilván nyílt a találkozó annak ellenére, hogy a sok csúrgói sérült közül szám szerint 5-en hiányoztak Gyöngyösről, első 5 meghatározó játékos. Közülük egyedül Hanuszegon tudta vállalni a játékot, ő sem teljesen egészséges, de erre az összecsapásra összeszedte magát. Gárdán Tibor hozza közelebb a sárgamezes gyöngyösi csapatot, 3-2-re módosítva a találkozó állását. A hiányzók miatt pedig a második edzőnek Bárkó Pavlovicsnak, akinél éppen van a labda 25-össel, hogy a Szabó Imre kapus edzőnek is szerep jut. Tóth Mihály bravúrja éppen Darko Pavlovics lövését hárítja. Sipeki. Belőfutott át egy gyöngyösi játékos, kapu gyorszhatja a Csurgó. Azt hiszem, hogy ez nem kérdéses, hogy két remek csapat jutott el ide a Liga Kupa döntőjében. Bárki sem emelheti majd a végén magasba a trófeát, emelt fővel lehet le a pályáról a másik csapat. Farkas viszi Zitzeri, kimarad. Varsandán minden kap egy sárgalapos figyelmeztetés lökésért. Kimutatja, hogy nem nagyon nyújt hozzá. Lényeg, hogy a játékvezetők befújták a hetest, Harvi Martin. Hála oda, hogy a Márkó Vasics hiányában. És
és Tóth Mihály ezt is megfogja. Nem véletlenül, hogy éltetik a gyöngyösi szurkolók Tóth Misit. Remek formában véd. Kudornyák, Sipeki, Hilokapics. Nagyon szép volt az előkészítés. Hannusz robog végig, szerez egy gyors gólt, sikerült a nagyobb különbséggel meglépni a vendégeknek. Akkor közelebb tud zárkozni egy csurgó. Hivakapics, Kubornyán. Jó zárt össze Szejtund és Varjú. Sipeki. Kap egy ütés fejre Adzimomerodistól. Teljesen jogos a kiállítás. Hilokapics. Varjúról megy ki a labda. Egy picit későn eszmélt. Azon megszerezhette volna a játékszer. Kudornyák kidobja oldalra a labdát. Talán azt várta, hogy Gábor elindul a szélen. Tették meg most egymást. Hanusz. Tóth Mihály úgy üti ki a labdáját, mint ez a világ legtermészetesebb dolga lenne. Pont középre húzta fel a labdát Tóth Mihály feje fölül. Jó érezte a gomélő Sipek, így gyönyörűen csinálja meg. A cselt füstös azonban, aki visszáll, Szabó Imre ér a kapuba. Zicserrel tér vissza, Zicser hárítással. Pavlovics, Farkas. Varjú a szélen. Pavlovics. Kiváló a gyöngyösi védelem. Még négy, öt passzlan, bocsánat, vissza. Hanusz. Talajról ezúttal sikerül meglepnie a gyöngyösi védelmét, és Tóth Mihály, bár Tóth Mihály jó irányba ment, csak mellé nyúlt a labdának ezúttal. 4 perces gólcsendet tör meg Hanuszegon, de mindezzel együtt is 9-8-a vezet még a gyöngyös. 6 perc van még vissza az első fél időből. Hilokapics. Kudornyák talajról ezúttal célt éveszt a lövése. Nem is kicsit. Hanusz. Szépen játssza meg szélre a labdát. Véd is Tóth Mihály, és vonalra is lépett Varjú Martin.
Csipeki, István Péter, Ivokapics. Jó veszi észre, Valsandánt a szélen, és ezt is megfogja Füstös. Nagyon hibátlan Füstös. Visszatérte óta eddig a pillanatig. Sipeki Levente a gólszerző. A Bazsó Péter érkezett az ajaknál, jobb szélre Valjú Martint váltva. Farkas. Bazsó. Pavlovics. Farkas zicseri vihető, és be is lövi. 10-9. Ott marad a földön. Farkas nem ér vissza védekezni. Pavlovics nem tudja megszerezni a labdát, de legalább Farkas vissza tudott érni védekezni. Martin szeretett volna középen egy átemelős csellel elmenni. Hadzsimirovics akad fenn. Rád. Ivokapics. Sipeki. És a rövid sarokban lepattintja a labdát. Elég kellemetlen lövés volt. Nem is tudott vele mit kezdeni Füstös Ádám. 3 perc van vissza az első fél időből, 11-9 vezet a Gyöngyös. Terkovics. Farkas. Manusz. Eladja a labdát, de sikerült volt szabálytalan a sportszeren. Teszi fel a kezét. Gerdánt ugyanis már megverte. Sipekinek kellett besegíteni középen a védekezésben. Pavlov is talajról. Nem kis szerencsével, sáncol a kapufa kapufáról Tóth Misi háta, és onnét a hálóba a labda, ez volt gyakorlatilag az útja. Ismét egy gól a különbség. Jó kapics. Rád. Sipeki. Szejtjútója ki egészen 10 méterig. Rád. Ivokapics. Ivokapics alulról, Füstös lába között megy be a labda. 12-10. Elkezdődik az utolsó perc. Az első játékrész tekintetében. Farkas. Hanusz. Farkas. Ezúttal nagyon pontosan szépen lövi ki a jobb felső sarkot. Gól!
de még van idő egy gólszerzésre a vendégek előtt. Valószínűleg már végig fogják játszani hátralévő időt. Jó, Papics. István kap még egy szabad dobást. Az órát Krivo kap, és aztán elüli Füstös, megfogja. Övé is a labda. Vége is, kedves nézőink, az első félidő végén Csurgói KK, Hedo, B. Brown, Gyöngyös, 11-12. Azonnal jövünk a folytatással.